Sziasztok! Ismét építkezésről jelentkezem be, és végre tudok nektek jót mutatni, és beszóra keresünk hibát a kivitelezőnek a munkájába, mert néhányan nem nyugszanak, és azt mondják, hogy csak puncsolok a kivitelezőknek. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ameddig olyan szar munkákat kell naponta nézegetnem, amilyeneket kell nézegetnem, akkor egy jól dolgozó kivitelezőnél bizony, hogy egy kicsit elnézőbb leszek, és a másik pedig az, hogy ha egy-egy dolog nem olyan éppen, amilyennek feltétlenül lennie kell, akkor nem fogok ezen kukacoskodni. Akin azt látom, hogy tényleg jól akarja csinálni, és szépen csinálja, ott egész más a hozzáállásom a kérdéshez, ugyanis nem attól kell rettegnem, hogy mi az, ami még el van takarva, és mi az, ami nem jó. Szóval ez egy jó példa lesz, de azért fogok mindenki megnyugtatására mutatni itt is olyan dolgot, amit lehet jobban csinálni. Egyébként Sándorral ebben meg is egyeztünk, ő is úgy áll hozzá, mindig lehet egy kicsit jobban csinálni, ők is jobban akarják csinálni, és ameddig ez így van, addig én ebbe partner leszek. Szóval nézzük ezt a házat közelebbről. Aki nagyon figyel, annak ismerős lehet ez a hőhíd megszakítás itt, az épület lábazata és a főépület között. Ezt már láttuk alapozási fázisban, és most ez az építkezés eljutott oda, hogy elkészültek a falak, ez már egy idei munka volt, kihasználták ezeket a jó kis tavaszias időket itt a kollégák, és szépen fölhúzták a falakat, egyből bekerült a kávahőszigetelés is, és most már a födémnél járnak, mutatom, amit nagyon sokan elrontanak, a koszorú zsaluzást nagyon jól megcsinálták masszívan, megfelelő erőkarral készítették el ezeket a kitámasztásokat, és erről egyébként majd lesz akár egy külön videó is, mert ha nem jól készül el ez a koszorú zsaluzat, akkor a vibrátoros munkatárs nem tudja tisztességesen megvibrálni, vagy nem meri megvibrálni becsületesen, és akkor van az, hogy kezd kifele dőlni a koszorú. Úgyhogy azt kell mondjam, ez egy nagyon korrektül kivitelezett munka. Örülök, hogy itt vagy. Ha még nem követted volna be a csatornát, akkor itt megteheted. Várlak a követők között. Köszi! Körbejártam már az előbb. A sarkokon is szépen megcsinálták a téglakötést. Ez itt egy terasz lesz, amit bezsalusztak. Ez nem lesz hőtechnikailag leválasztva az épületről, mert elég nagy a felülete. Alul-felül hőszigetelve lesz, és így lesz hőhídmentesre megcsinálva. Egyébként, amikor ide megérkeztem, akkor már nagyon jó érzés volt bennem, hiszen láttam itt egy ilyen speciális szerszámot, amit most egyelőre nem is fogok elmondani, hogy ez mire való. Aki a szakmában dolgozik, az tudja, hogy mire is való ez a szerszám, és ezt majd munka közben is meg fogjuk nézni, hogy ez hogyan működik. Úgyhogy kérem a megfejtéseket, aki tudja, az kommentelje be, hogy ő szokott-e ilyet használni. És nyilván, aki pedig nem szakmabeli, attól pedig egy megfejtést várunk, hogy ez mi, ez az igen érdekes szerszám. Na szóval, menjünk akkor fel az épületbe. Megnézzük itt a zsaluzatot, jó sűrűn telirakták lábakkal, ilyen sűrűn egyébként nem is kellene feltétlenül berakni, de a szerkezetépítést végző kollega azt mondta, hogy ő besűríti. Amit egyébként az előbb nem is vettem észre, és nem észrevételeztem, hogy villásfej nagyon kevés van. Igazából ide egy pár villásfejre majd szükség lenne, ezt fogom is jelezni a kollégáknak, hogy legyen villásfej, amin egyébként a laikusok nagyon megszoktak akadni, de ezt most mutatom nektek, hogy át van fúrva a fal, és a zsaluzat ezekkel az úgynevezett menetes ankerszárakkal van megkötve a külső oldalra. Semmi probléma nem lesz, hogyha át van fúrva. A végén jöhet ide kivételesen a purhab, kipurhabozzák, és utána pedig be lehet vakolni. A nyilászárókoknak a káváit korrektül kialakították, tehát egy XPS lapot raktak ide, nem feltétlenül kell XPS lap, kicsit ha az árnyékosabb oldalra megyünk, mert itt a kamerát megvicceli a fény. Szóval itt, hogyha megnézitek, akkor
szépen ki van alakítva a káva, bele van ragasztva az XPS. Van, aki nem ért ezzel egyet, tűzterjedési hangtechnikai problémákat vetnek föl. Megítélésem szerint a rosszabb megette, hogyha egy családi házba ez már szempont, ha kigyulladt a ház, akkor ki kell menekülni, és a tűzoltó eloltja, és nem azért oltja el, mert meg akarja menteni a te értékeidet, elnézést a tűzoltóktól, hanem azért, hogy az utca ne égjen le. Tehát a tűz nagyon csúnya dolog, nem szabad megengedni, hogy kigyulladjon a házban bármi is, mert akkor ott nagyon hamar vége mindennek. Itt a káva, egyébként ez fog kapni egy glettelt hálózott felületet, és ide kívülre fog bekerülni a nyilászáró, és kívül lesz egy 20 cm-es hőszigetelés, amiben a redőnytokokat majd bele lehet tenni. Itt egyébként az áthidalás úgy van megoldva, hogy 2 darab poroterm áthidaló van, és kívül van LPS, és így a redőnytok háta mögött hőhidmentes lesz a rétegrend. Na, menjünk tovább, fölmegyünk az emeletre, itt a kollega készíti elő éppen a pillér fasakat, nyugodtan. Megnézzük a födén vasszerelést, akkor látjuk, hogy ide alá került egy fűtésszerelés, egy ilyen vékony csövekből álló fűtésszerelés, és megnézzük, hogy ez hogyan lesz bekötve. Itt ebbe a műanyag dobozban van a csöveknek a végződése. Ez most itt per pillanat nincs is lenyomás próbázva, majd beszerelés után lesz, illetve hát az üzemben magát a csövet lenyomás próbázták. Itt vannak a betonozható födém elektromos dobozok, itt vannak már a villanyszerelők, és húzkodják bele az elektromos védőcsöveket. Itt éppen egy pillért rak össze a kollega. Nem könnyű utólag ide bejátszani. Hogy meg lehet oldani mindent. Igen, egy kis küzdelemmel. Igen, egy több türelemmel, mert ha ideges vagyok, akkor sokkal. Igen. Már nem sok van vissza, rá még egy 10. Ja. Ja, ugye a vasasok itt lekötötték az összes kengyelt, aztán most úgy kell közé játszani. Nem, itt úgy volt, hogy valamit meg tudtunk előre szerelni, aha. És hát nem akartunk fél napot csinálni. Igen. És a szegést, meg ezeket a dolgokat megcsináltuk előre. Előre. Aha. És nem az volt, hogy az alsó hálóra ezt rászereljük. Igen. Mert amúgy úgy szoktuk. Igen. Úgyhogy könnyebb. Ja, ja, ja. Na, ott lehet látni, hogy ott vannak az úgynevezett karácsonyfák, aminek nem tudom mi a becsületes neve, betonozó tüske. Karácsonyfa, ugye? Ja, a múltkor úgy rakta be valaki, hogy belülről kifele dugdosta a tüskéket, aztán csodálkozott, hogy szóltam érte. Na, szóval tüskék benne vannak. Elég vékony vasakból van, így egy kicsit mozog, de elviselhető. Ez még nem okoz problémát. Ellenőriztük, hogy itt bekerültek a pótvasak. Itt van egy sűrítés, ugye itt alatta van egy ilyen fal sarok. Ez itt olyan feszültségeket okoz a későbbiekben a szerkezetben, hogy ide kellett plusz vas. Van itt egy gerenda. Itt az volt a kérésem, hogy egy kicsit meg kell emelni az egészet, mert ez a súlyánál fogva belenyomódott a polisztirolba. Nem is nagyon szeretem, hogyha ilyenkor a gerenda aljába benne van a polisztirol, mert egyrészt kizsalúzáskor nem látjuk a beton minőséget, másrészt ez itt meg tud nyomódni, hiszen a bakok megnyomódtak a polisztirolba. Hát mondjuk ezt lehetne egy kicsit máshogy csinálni a későbbiekben. Szóval így néz ki egy födém szerelés. Szerencsére ez nagyon korrektül van megcsinálva, és ha valaki még nem találta volna ki, hogy mire való az a mágneses szerkezet, mert azt most elárulom, hogy mágneses, akkor itt látjátok, hogy a vasszerelésnél, amikor fogóval
dróttal szerelnek, akkor itt egy csomó vas hulladék lepotyog. Na most ez nem jó, hogyha ott lesz a betonnak a felületén, ezt onnan fel kell pucolni, és azzal a kis peckó mágnessel nagyon jól fel lehet. És ezek után már nem is szóltam a vállalkozónak, hogy takarítsa ki a vasat, hiszen úgyis kifogja ott a szerszám. Felkészültek rá, úgyhogy ezért örültem én itt az elején, hogy itt akkor egy lényegesen gondosabb és alaposabb kivitelezéssel lesz dolgom. Láthatóak itt ezek a színes krétanyomok, amikor vasszerelők hozzáértő módon szerelnek, akkor mindig krétával előre megjelölgetik a vasaknak a helyét, és így aztán sokkal pontosabban lehet szerelni. Még egy fontos dologra felhívnám a figyelmet, hogy itt sehol nem láttatok téglát, ugyanis a kivitelező nagyon helyesen a falazat tetejére elhelyezett egy bitumenes lemezt, és ez megakadályozza, hogy belecsorogjon a beton lé és maga a beton a téglának a likacsaiba, ami azért problémás, mert az a nagy födém különféle alakváltozásokon fog keresztül menni, amikor megkapja a terheket, a tetőnek a terheit, és az legfelső téglasort körbe gyakorlatilag le tudja rántani valósággal a fal tetejéről, és akkor egy ilyen esztétikai repedés lesz. Úgyhogy ezt megelőzendő, vagy habarcsal kell végigkenni a fal tetejét, ami egyébként nem kevés munka, mert körbe kell cibálni az állványt, stb. Tehát nagyon sokszor elmarad. Ezzel szembe itt most ezt nagyon egyszerűen megoldották egyébként, ez is egy ajánlott megoldása a Wienerberger, vagy hát bármelyik téglagyártó, akár a Leyer, Heluz, sorolhatnám őket sorba. Úgyhogy igazából ezt akartam nektek itt megmutatni. Így néz ki egy födém betonozás előtt. Valószínű, hogy betonozáskor én nem fogok tudni kijönni, de nem is kell, megbeszéltük a vállalkozóval a terv szerinti betonminőséget. Valószínű, hogy egy kis folyósítószer is kerül bele, hiszen eléggé sűrű itt ez a dolog. Láthatóak ezek az osztó műanyagok, amik a fűtési csövek között vannak. Hát ide azért be kell folyni a betonnak, és ezt nem vizes higítással, hanem egy plastifikátoros képlékenység beállítással lehet korrekten megcsinálni. Szintén fontos dolog, amit meg szoktam nézni egy ilyen vasszerelés ellenőrzésekor, hogy hogyan van előkészítve az anyag. Ha megnézitek, akkor a beépítésre váró vasak raklapon vannak, nem a földre vannak letéve, nem sárosak. Hát mondjuk itt éppenséggel ezek a földre kerültek le, de legalább azok a hajtűvasak fel vannak állítva, úgyhogy, és ezek már nem is ide jönnek, ezek megmaradtak, csak itt lelettek gyártva. Úgyhogy ez egy fontos szempont, hogy alátéten legyen, ne mocskos vasak kerüljenek be a födénbe. Az abszolút nem baj, ha rozsdás, mint ahogy ott a sámli vasak, azok csupa rozsdásak, az abszolút nem baj, jobban tapad hozzá a beton, de sáros, piszkos, földes nem kéne, hogy legyen. Hát ez lett volna a mai szakiellenőr tartalom. Sziasztok! Örülök, hogy itt voltatok, és annyi van hátra, hogy építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!